Van nekem egy ötletem, és hát megkerestelek ezzel az ötlettel, és köszönöm szépen, hogy tudunk erről egy picit beszélgetni. Ezek az ötletnek az a lényege, hogy az önkormányzatiságot a pártoktól szabadítsuk meg, legyenek az önkormányzatok pártmentesek, ami lehet, hogy az első hallásra az én számból picit furának tűnik, hiszen engem azért jó pár évig a pártpolitikával kapcsolt össze a közvélemény, de egyébként pártelnökként is ez volt a véleményem. Tehát akkor is már azt gondoltam, hogy a pártok az önkormányzati működéshez hozzá nem tesznek, viszont sokat elvesznek belőle. És hát megkerestelek téged, és te viszonylag gyorsan igen mondtál erre a beszélgetésre. Hogy látod, mi történne akkor, ha most jönne egy varázsló, és a pártok egyszer csak eltűnének az önkormányzatokból, és mindenki függetlenként vagy helyi egyesület jelöltjeként venne részt a munkában? Én azt gondolom, hogy nem annyira furcsa ez az ötlet, főleg olyanoknak, akik már 1990 előtt is éltek, vagy akkor mondjuk már nagykorúak voltak, és figyelték az első szabad választásokat. Azokon a választásokon, főleg az önkormányzati választásokon nem volt kérdés, hogy olyan emberek kerüljenek az önkormányzatba, akiket egyébként helyben mindenki ismer. Biztos emlékszünk rá, a helyi orvos, a tanár, a pap, a körzeti megbízott, a rendőr, tehát hogy köztiszteletben álló mindenki által hitelesnek tartott embereket választottak be eleve az önkormányzatokba, és ugye vidéken most is inkább az a gyakorlat, hogy függetlenek a polgármesterek is, és függetlenek a képviselők is attól eltekintve, hogy azért mindenki mögött vagy így, vagy úgy egy kicsit rejtve pártok állnak. De én azt hiszem, hogy magának a demokráciának az a lényege, főleg önkormányzati szinten, tehát a legalján, ami a legközvetlenebből érinti az embereket, hogy ezeket a döntéseket, amiket őket érintik, olyanok hozzák, akik közülük valók, és nem kötődnek párthoz, nem befolyásolja őket a pártok saját ideológiai vagy hatalmi érdeke. Tehát azt hiszem, hogy igazából ez akár népszerű ötlet is lehetne. Nyilván eltelt a rendszerváltás óta jó sok év, ez a gyakorlat megváltozott, az emberek már azt hiszik, hogy ez a normális, de hogyha erre lenne szándék és törekvés, nagyon sokan az ötlet mellé állnának. Én ezt annyira szigorúan képzelem el, persze most még csak ötletelek, tehát hogy itt semmiféle veszély sajnos nem fenyegeti az ötletet, hogy megvalósul. Hogy a jelenlegi szabályozás szerint a jelölőszerv lehet párt, egyesület, vagy nyilván magánszemély indulhat a választáson, akár polgármesternek, akár képviselőnek, és hogy a pártot, mint lehetőséget kivennénk. Kitiltani? Teljesen, igen. Igen. Tehát, hogy a pártok csak az országi gyűlési, vagy hát az országos politikában vennének részt, és a helyi szinten egyszerűen nem a párt hova tartozás, mint fogalom, megszűnne. Ettől még a pártoknak lehet helyi szervezetük, hiszen országos kampányokat kell csinálni, lehet valaki akár pártnak a tagja, de amikor egy önkormányzati választáson indul, akkor ez mindenféle jelentőségét elveszítené. Nem hiszem, hogy egyébként gyakorlatilag ez nagy akadályt jelentene, mert én például a saját kerületemben is látom azt, hogy a civil szervezeteknek, hát hogy is mondjam, jóval nagyobb szervezetük van, jóval több a tagjuk, mint az itteni pártszervezeteknek, sokszor kétszer, háromszor, négyszer akkora tagsággal rendelkeznek, sokkal aktívabb közéleti vagy bármilyen más helyi ügyeket érintő munkát végeznek. Tehát azt hiszem, hogy a gyakorlatban ezt nem lenne nehéz megvalósítani, viszont ahogy én a mai magyar politikai életet látom, nagyon hirtelen gombamód elszaporodnának azok az egyesületek, amelyek MSZP, közeli, Virágos, igen. Ferencvárosér, vagy Momentum, Együtt, igen. Hajrá. Tehát, hogy igen. Valószínűleg ezek Óbudai Narancs és egyesületek. Igen. Igen. Ez mindig felszokott vetődni, és ez sajnos teljesen logikus a mai magyar közéletet tekintve. Sőt, a mai egyesületi vagy civil szervezeti szinten ez már meg is valósul sok esetben, hogy a pártok is már, mintha éreznék, hogy az önkormányzatban indulni egyre cikibb, és ezért sokszor egyesületek mögé bújva próbálnak meg pozíciókat szerezni. De én még mindig azt mondom, hogy ha egy polgármester vagy egy képviselő függetlenként, de mondjuk egy pártnak a támogatásával esetleg lesz polgármester, vagy direktben egy párt színeiben lesz polgármester, azért az mégis más, különösen akkor más, hogyha mondjuk egy olyan helyzetbe kerül, ahol a párt érdek és a helyi érdek ütközik. Tehát egy ilyen szituációban azt gondolom, hogy akit mondjuk csak támogattak a háttérből, az nagyobb szabadsággal rendelkezik, mint akinek ott van a logó a homlokán. Hogyne, és ez a szabadság főleg helyi ügyekben nagyon kell, mert hogy itt nem tudja elmagyarázni a választónak, hogy én most azért
nem teszem meg ezt a dolgot, mert egyébként az én pártom policiába ez nem fér bele. Ahogy én szoktam mondani, a problémák nem állnak meg se helyrajzi számoknál, se egyébként utca tábláknál, tehát hogy ami jelesül a klímaváltozás problémája, ugyanúgy érint egy fideszes szavazót, mint egy baloldali szavazót, viszont ugye a Fidesznek a kommunikációja, meg az egész politikai mondása a klímaváltozásról, az inkább a tagadáshoz és a klímaváltozás, hogy is mondjam, lekicsinléséhez van közelebb, márpedig a polgármestertől megoldásokat válnak ilyen problémákra, és nem pedig azt, hogy a pártjának az elképzeléseit mondja el. Tapasztaltál, lehet, hogy ez költői kérdés lesz, tapasztaltál olyat a képviselői munkád során, hogy mondjuk egy képviselő társad, vagy akár a polgármester egy helyi ügyben, aminek nincs pártpolitikai kontextusa, vagy lényege, mégis a helyi ügy ellen dönt, vagy másképp dönt, mert hogy a pártpolitikai hovatartozása, vagy esetleg valami felsőbb utasítás ezt erre kényszeríti. Igen, nem úgy tapasztaltam, de ez volt nekem az első nagy pofon, amikor én önkormányzati képviselő lettem, mert én akkor elhittem a polgármesternek azt, hogy a kampány lezárultával, a választások végével itt minden, hogy is mondjam, ellenségeskedést meg kell szűnnie, és együtt dolgozunk a kerületért. Én nagyon naívan az Illatos úti méregtelep felszámolásakor legelőször a polgármesterhez mentem el, és kértem tőle, hogy álljon mellém, vigyük együtt az ügyet, erősítsen meg, és nyilván közös ügy, a kerület ügye, ráadásul ő egy vegyész ember, tehát a szakmájába is vág, és ő is kampányolt az Illatos út felszámolásával. Tehát azt gondoltam, hogy egyértelmű lesz, hogy akkor ebben az ügyben mellém áll. Hát nagyon nem ez történt, sőt, ugye az volt a válasz, hogy képzelem én, hogy ő egy másik párt politikusa mellett bármilyen ügyet is képviselne. Mi lett volna egyébként, hogyha mondjuk nem így történik, hanem ő azt mondja, hogy hát természetes, hát az önkormányzati ügyek nem pártpolitikáról szólnak. Mi történt volna, akkor hogy meg a pártja megkurcolta volna? Meg gondolom az emberek nem háborodtak volna föl, hogy mondjuk két külön párt, vagy két eszmerendszer, vagy értékrendszerhez tartozó ember közösen küzd egy helyi probléma megoldásáért. Nem hiszem, hogy azért tüntettek volna az emberek. Van, én azt gondolom, hogy ő itt sokkal több szavazó, tehát a népszerűsége megnőtt volna, a szavazói még biztosabbak lettek volna abban, hogy valóban ő a megfelelő polgármester, de hát ugye a párt politika és a párt érdek ezt felülírta, mert hogy egy másik párt politikusával kellett volna. És ez nagyon káros, hiszen maga az ügy, bár sikeresen zárult, sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabban lehetett volna ezt lezárni, akkor, hogyha a helyi hatalom, a vezetés is az ügy mellé áll. És mit tapasztalsz egyébként, hogy azoknál a képviselőknél, akik párthoz kötődnek, és a döntései során esetleg ez a szempont érvényesül, nekik ez mennyire okoz lelkiismereti kérdést? Tehát küzdenek ezzel a problémával? Okoz ez nekik fájó perceket, amikor ezt a különféle szempontokat mélegelni kell? Vagy egyszerűen beletörődtek abba, hogy ez van, és beállnak a sorba, és mindenféle ilyen erkölcsi dilemmázás nélkül tolják a párt utasítást? Hát azt hiszem, hogy azoknak a többsége, akiket én ismerek, és ilyen helyzetben kíváncsi voltam arra, hogy mit lépnek, azoknak a többsége az általad másodikként mondott utat választja. Tehát, miért? Egyébként lehet, hogy ez is egy ilyen nagyon naív kérdés, de miért? Miért nincs meg egy helyi képviselőben, akit megválasztottak mégiscsak, még a pártlistán is, azt mondani, hogy a pártomnak, hogy gyerekek, szívem, lelkem a párté, mindent megteszek a párté. De ez itt helytelen. Tehát, hogy ez mi kellene ahhoz, hogy valaki ezt fölmerje vállalni? Hát pont az a logikája az önkormányzati képviselők és polgármesterek jelölésének is, hogy abból lehet jelölt, bármilyen jelölt, akit a pártja jelöl. Tehát neki azt figyelembe kell venni, hogyha ő most konfliktusba kerül, ellentmond, másként cselekszik, akkor a következő alkalommal nem őt fogják jelölni erre a pozícióra, elvesznek a források, elveszik a hatalom. Akkor ezt hívják megélhetési politikának. Hát ezt hívják megélhetési, így is. Azért ez meglepődünk. Nem, van nekem azért annyi politikai tapasztalatom, meg múltam, hogy ez nem lep meg, csak próbálom az önkormányzati szintet annyira én nem ismerem, és én azt feltételezem, hogy esetleg ott a párt logika talán, ott mégiscsak lehet, hogy szomszéd utcából lakunk, együtt jártunk iskolába, tehát hogy ezek a szempontok valahogy
elhalványodnak, vagy más megvilágításba kerülnek, de ezek szerint nem. Nézd, azért egy önkormányzati képviselőtestületben sokkal több az egyhangú döntés, mint mondjuk a parlamentben, hiszen tényleg vannak olyan ügyek, amelyeket akár technikainak is, vagy a kerület jó működése érdekében megtett szavazásnak is tekint mindenki. Nyilván senki nem megy ellene annak, hogy adjunk az állam által elvett, de egyébként mi saját iskoláinknak tartott oktatási intézményeknek pénzt vagy segítséget, erre mindenki igennel szavaz. De amikor kényes kérdések, amiben egy kicsit a nagy politika is benne van, vagy egy picit esetleg az országos média figyelmébe kerül, ott már nagyon működik az, hogy ami a pártom érdeke, attól eltérni nem lehet akkor sem, hogyha egyébként helyi ügyről van szó. És hogy látod az embereket? Mert hogy az is fölmerült bennem már többször, hogy lehet, hogy amit szeretnénk, vagy sokan szeretnének, az arra nincs társadalmi igény. Tehát, hogy egyszerűen ahhoz, hogy mondjuk az önkormányzatban elinduljon egy olyan civil kurázsi, egy olyan polgári öntudat, amiről most itt beszélgetünk, ahhoz kell egy támogató közeg, egy olyan társadalom, amelyik ezt el is várja. De lehet, hogy ez hiányzik? Én nem gondolom, hogy hiányzik. Én azt gondolom, hogy az emberek gyakorlatilag semmit nem tudnak az önkormányzati politizálásról. Fogalmuk sincs arról, még a nevét sem tudják a képviselőiknek, mert hogy eddig erről a munkáról nem adott hírt senki, az inger küszöböt nem érte el. Gyakorlatilag az emberek nem folytak, tehát hogy nem volt, tudomásul vették, hogy igazából nincs benne részük. És bocsáss meg a szabadba válok, csak hogy és az emberek számára sokszor úgy tűnt ez az egész, hogy hát én a Fideszre szavaztam, vagy a Jobbikra, vagy az MSZP-re, az országgyűlésre, és akkor most jön megint egy választás, akkor most megint ugyanezt kell tennem. Tehát, hogy talán nem is mindenkiben merül fel a kérdés, hogy pontosan az az ember, aki majd megnézi, hogy most van-e kátyú az utcánkban, meg omladozik a fal, meg az iskolában minden megvan-e, az egyébként alkalmas erre a feladatra. Hát igen, én szeretném, hogyha végre az emberek megértenék azt, hogy az önkormányzati képviselők és a polgármesterek vannak őértük. Tehát, hogy az emberek ők szavazzák meg, ha az embereket nem kérik számon a munkájukat, nem számolnak be a munkájukról, és nem tudják elmondani, hogy mit tesznek, akkor majd az emberek nem fogják őket megszavazni. Tehát egy kicsit tudatosnak kellene lenni, és itt mondjuk Ferencvárosban vannak olyan civil kezdeményezések, akik gyakorlatilag most már szeretnék számon kérni a képviselőiket, az őket érintő helyi ügyekben akár fakivágás, vagy szelektív hulladék, vagy tényleg ami így napon, vagy hogy koszosok az utcák, koszos a kerület, ezekben a kérdésekben kérdéseket tesznek föl, és nehezményezik, hogyha nem kapnak vagy egyáltalán semmilyen választ, vagy nem, számukra nem megfelelő választ, és akkor már megjegyzik a nevüket, a közösségi oldalakra, különböző helyi csoportokba felkerülnek ezek az ügyek, látható válik hirtelen, hogy ezek a párthoz kötődő képviselők mit tesznek, vagy mit nem tesznek, vagy milyen hatékonysággal tudnak dolgozni, vagy egyáltalán nulla hatékonysággal tudnak. Tehát, hogy ezek így bekerülnek egy kicsit a közbeszédbe, és innentől kezdve én azt gondolom, hogy az embereknek igényük lesz arra, hogy a szavazatukkal ne csak pártlogókat támogassanak. És hogyha civilek ezek a jelöltek, akkor még sokkal egyszerűbb azokat kiválasztani, akik erre alkalmasak, akiknek ez szívügyük, tehát hogy valóban lokálpatriótaként dolgoznak, és nem azért, mert éppen oda küldték őket. Nem hiszem, hogy te ne ismerni olyan önkormányzatot, ahol igazából nincsen helyi pártember, és más kerületből, más településről olyan emberek kerülnek képviselői pozíciókba, akik egyébként azt a helyet, mondjuk jelesül Ferencvárost, csak mutatóba látják, vagy hogyha átutaznak a városon. Tehát, hogy most már itt tartunk, hogy ilyen is nagyon sok van, nincs megfelelő ember a helyben, hoznak valahonnan, máshonnan, egyáltalán nincsenek képben, nem ismerik a helyi közéletet, de a döntéseket ők hozzák. Egyébként, amiről beszéltél, az valamelyes az országos politikára is vonatkoztatható, hogy a politika egy picit kiüresedik, és hogy azoknak, akiknek politikai szerepet kellene vagy lehetne vállalniuk, nagyon sokan elkerülik ezt a felelősséget, mert azt látják, hogy ennek így nincs értelme. És én azt nem hiszem, hogy a pártokat most úgy
teljesen meg kéne szüntetni, mert az országos politikában szükség van arra, hogy politikai közösségek egy értékrend mentén értelmes vitákat folytassanak, az egy más kérdés, hogy erre képesek-e vagy sem. De hogy önkormányzati szinten szerintem bőven meg lehetne lenni pártok nélkül, és én azt gondolom, hogy van nagyon sok olyan ember, akit esetleg ez még arra is ösztönözne, hogy na végre, akkor itt van a lehetőség, hogy részt veszek ebben, akár képviselőként, akár bizottsági tagként, akár szakértőként, bármiként, mert hogy innentől kezdve van értelme. Tehát nem arról van szó, hogy én beülök az első ülésre, és az életkedvem elmegy, mert bekerülök egy ilyen pártok világháborújába, a trónok harcába, és akkor ott én vagyok a pofozógép, hanem akkor talán ügyekről szólna sokkal inkább ez a közélet. Hát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy igazából most nem tud odaférni egy civil az önkormányzati politikához. Hiszen képtelen rá, hogy elinduljon egy választáson, mert elindul ellene a pártok jelöltje, úhatatlanul azt mondják, hogy egy civil mögött nem áll senki, így van, kit képvisel ő, max azt a 30 embert, akivel együtt végzi ezeket a közügyeket, egyesületük van, alapítványuk van, de egyébként kicsoda mit akar, ott vannak a pártlogók, úgyis ránk szavaznak, tehát kiszorulnak igazából. Az én mostani talán ennyi aktuál politikát vihetünk bele, az előválasztással kapcsolatos tárgyalásoknál nekem az az egy kérésem volt a pártok felé, hogy az itteni 12 képviselői helyből egyetlen egy helyen hagy induljon egy civil, aki nem pártpolitikus, és még ebbe sem akarnak beleegyezni. Hát akkor lehet, hogy egyébként nem csak valószínűleg a 9. kerületre, hanem az ország többi településére is ráférne egy ilyen javaslat, és annak a megvalósulása, az talán mind a ketten úgy gondoljuk, hogy nem, sajnos nem fenyeget bennünket, nem egyre vett távú cél, viszont én úgy gondolom, hogy ki kell mondani ezeket a célokat, ez az első lépés mindig, hogy kimondjuk, és meg kell próbálni minél több embert mellé állítani, és én nagyon örülök neki, hogy a különféle gondolkodású emberek értenek egyet vele, és az egyik előző beszélgetésben el is mondtam pont a Herceg Zolinak, hogy minél többet beszélek róla, emberekkel annál jobban tetszik. Tehát, hogy nem az van, hogy az ember, hogy elkezd valamivel foglalkozni, és akkor rájön, hogy hú, hát itt is van egy kis probléma ezzel, meg ott is, és minél mélyebbre ásunk, annál jobban elbizonytalanodhatunk. Itt meg azt érzem, hogy nem, erre nagyon-nagyon nagy szükség volna az országnak, az embereknek, meg talán az országos politikára is lehet, hogy egy pozitív hatást. Egészen biztos. Egyébként meglepően nagy károkat tud okozni a pártpolitikai logika mentén való helyi ügykezelés. Most hagyd mondjak erre egy példát. Van például egy olyan műemlékház Ferencvárosban, amit eladtak egy nagy befektetőnek, egy nagy nemzetközi nyugdíj alap vásárolta meg. Ez egy olyan ház, amelyre nagyon szigorú műemlékvédelmi szabályok vonatkoznak. Egy Lócz Károly freskó is van például ebben a házban, és hát nem lehet akárhogy ugye felújítani, átépíteni. Az összes vonatkozó jogszabály szerint ez egy max. Egy emeletes ház. Most valahogy mégis megkapta a kerület engedélyét ahhoz, hogy 2 8 emeletes tornyot húzzanak fel ennek a háznak a helyén, úgyhogy csak a homlokzatot tartják meg. Ezzel én azt gondolom, hogy egyetlen tisztességes fideszes, nemhogy polgár, de politikus sem értett egyet, de hát ezt kellett tenni. A miniszterelnökséghez tartozó örökségvédelmi hivatal azt mondta, hogy ez mehet, és a helyi településképi véleményező bizottság másodszorra ugyan, de rábólintott. Tehát ezek azért nagy károk, amit egészen nyilvánvalóan pártpolitikai érdekek vezetnek. Hát nagy a feladat, előtted is még sok feladat áll. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm azt, hogy tudtunk erről a te szemszögedből is beszélni. És hát azt kívánom magunknak, hogy a lehetőség szerint minél hamarabb lehetőség nyíljon arra Ferencvárosban is, meg mindenhol, hogy az ügyekre koncentráljunk pártpolitikai értékrendtől függetlenül, azt pedig hagyjuk meg az országos vitáknak. Így van, egyetértek, és én is köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Ahhoz, hogy a 21 vlog fennmaradjon, a te segítségedre is szükség van. Kérlek, hogy légy a támogatóm a Patreonon.